magamra mondom, annak a lánynak olyan humora van, mint egy Tolstojnak. Hát itt panászik valahol Bács környékén. Csak a bécsi vonattal érkezik. Kilátom, egy ilyen. Gyerben se szó, se beszél, fogja magát, elmegy vadász, mint egy tiszt tartó. Miért kérem? Hát ez egy nagyon egészséges sport. Ez egy sport? Ott kérem a futball. Hát, teszem azt elmegy a strandra húzni, vadászni. Na és ha megharapja egy olyan nős? Az ő az nem harap. Na jó, mondjuk, hogy az ős nem harap. De ott van az a patka. Szavamra mondom, egyszer olvastam, hogy egy költőnek neki ment egy ilyen patkan és kézre csinálta. Miféle költőnek? Jaj, maga az Rini Miklós gondolja. Ugyan kérem, amikor volt az már. És különben is már nagyon régen megállapították, hogy Zrínyi Miklós nem a patka, hanem a Kamarilla ölte meg. Az teljesen minden. Képzelj el! A kedves férjére ráugrik egy ilyen Kamarilla. Miket beszélj itt maga össze, viszont a Kamarilla az nem egy vadállat. Hát ha jól van, akkor nem volt. Ja, kényesen. Az erdőben találkozik a kedves férjével. Én csak amondó vagyok, ez egy komoly parasport. Sport, kérem a futball. Ajánlom a kedves férjének a lóversenyt. Szóval magának a lóverseny a sport. Szóval maga az, aki állandóan a lóversenyt ajánlja a férjemnek. Szóval maga miatt veszti el az uram azt a rengeteg pénzt a lóversenyen. Attól én csak. Ne beszéljen kérlek, tudom én azt, hogy az ember mindig a jó barátok viszik a romlásra. Én miféle romlásra kérlek? Kérlek, én arra fogom kérni ön, kedves szekér úr, hogy az én házamba azt a szavt, hogy lóverseny kirejtse. Én boldog vagyok, hogy az uramat leszoktattam erről a káros szenvedélyéről. Hát az kerül nekem drága pénzembe, hogy nézhesse, hogy hogy szalad egy ló. Na tudja mi? A nyúli szalad, nézze csak azt. Mégis más nagyságot alakul. Miért volna más? Én mindig úgy vagyok értesülve, hogy a nyúl még sokkal jobban szalad, mint egy ló. Na jó, tegyük fel, hogy tettük egy oldjuk. Mit fizet az? Semmit. De ha bejön egy oldjuk. Jó! Az én házamban semmiféle a ló nem fog bejönni. Nagyságos asszony, kérem, megérkezett a nagyságos. Na, ha megjön, hát itt van és kész. Hát mi kell azért, hogy gondolni, mintha égne a ház? Jól van, csak mondom. Nem mondta, fiam, hanem fordította. Fordította, tudja? Na mondja meg a nagyságosunknak, hogy nagyon jól törölje meg a lábát, mielőtt bejön a szobába. Igenis. Szóval, fiam, jó kis fordultam magadat? Hát képzelhette. Hát
az a friss levegő, hát az a mezőkérle, hát az erdő azzal a sok fával, szekér. Van magának sejtelme, hogy mennyi fa van egy olyan erdőben? 500. Nem túlzok, szekér. Szavamra mondom, minimum 500. 500 a semmi. Na, 550, na mindegy. Hát ez ilyen butaságot. De Sankronnak volt egy erdője, abban legalább 1000 fa volt. Hát az két erdő volt, szekérké. Csak egymás mellett dobhatott maga egyet észre. Na, figyeljen el, hogy okosan fogok lennünk a labelben. Jaj, hát hogy lehet ezt hasonlítani? Miért kéne? Egy szép verseny, hát az se tudja. Jaj, virági. Azt meghiszem. Azt meghiszem, hogy az is szép. Annak, aki szereti. Hát hogy jön ez az erdőhöz? Hát egy példa, hogy ilyenkor gyönyörű lehet az erdő. Az a sok életes madár. Mókus láttál? Várjál! Hát éppen a mókusról akartam beszélni. Meglátom ott a fa tetejét, veszem a puskámat, és elrepülök. Hát egy hétig foglalkoztam a biztosítással, és mégis már a Weibergen
én biztosítottam. Az más kérlek, bejvedek, az nem egy úr. Csí, pedig mennyit szaladtam utána. Hát kedves süleg, csak nem akartam a nagyságos asszony beszélni, de ez magától egy kimondottan inkorrekt dolog. Micsoda? Ez a vadászat nem szégyeli magát? Kikérem magának! Semmi kikérem! De igenis kikérem! Semmi kikérem! Én abban a boldog tudatban vagyok, hogy maga elmegy Bécsbe, megteszi a naplopót. Erre kimaszkírozza magát itt. Tirolinak sem egy vadász. De egy igazi sportember ilyet nem csinál. Pardon? Pardon, szekély úr? Ha én egyszer azt mondom, hogy azt a lovat megteszem, az a ló meg van téged. Csüvegké! Maga volt Bécsben is? Hogy a Bécsben is? Hát csak ott voltam. És ez a vadászok? Miféle van? Hát amiről itt beszél. Hát mondja maga, hülye helyes. Hát csak nem gondolja, hogy addig, ameddig a bécsi derbi futják, addig én hallgatom az erdőben a mókusok dalát. Szóval Bécsben volt? Hát annál ne látszol. Akkor mire ez a masokorok? Hát minek, minek? Hát a feleségem halmar is sem akar arra, hogy én lóversenyekre járjak. Hát kitaláltam, hogy vadász leszek. Hát hogyha ez neki kedvesebb. És elhitte? Hogy elhitte? Neked? Pártom, én nem szoktam hazudni. Hát miért ez nem egy hazugság? Most még nem. Hazugság csak akkor lesz, ha a feleségem rájön. Na és a két nyúl? Miféle két nyúl? Süveg, hát azt mondta, hogy lőtt két nyulat, az Istenért azt a nyulat csak meg kell mutatni. Mi van, hogy kétségbe esüveg? Hát mindjárt jön a holdára, szózza a két nyulat. Szóval csak lőtt két nyulat. Hát hadd képzelni. Hát hogy én is a grantot el előtt vadász? Hát adtam pénzt egy holdárnak, megyek két nyulat, hozza haza, és mondja, hogy a vasútról hozta. A holdár megyek két nyulat? Igen. Hát hol van itt Pesten nyúl üzlet? Hát hol lehet Pesten nyulat kapni? Hát miért? Az erdőben vagyunk. Hát ez egy nagy város. Hát itt annyi nyúl van, amennyi csak akar. Ért. Legalább jól fog lakni nyúlhússal. Kicsoda? Maga. Hát meg ő. Hát csak nem gondolja, hogy én nyulat eszek. Hát miért? Jó, vadasak. Direkt gurmannak való étel. Ki az a gurmann? Hát gurmann, aki szereti a finom kitűnő falatokat. Ja, hát maga kis bombára gondolom! Azt szereti a nyulat! Hát én nem szeretem. Hát akkor miért hozott nyulat? Hát miért nem hozott valami, amit szeret? Hát talán mondjam a feleségeidnek, hogy lőttem egy rántott csirkét uboka salátát? Vagy egy cseresz és rétes? Hát az ember elmegy vadászni, mit lőhet az ember? Nyulat! Akkor? Ha a tópartra ment volna, lőhetett volna a matkacsát is. És hogyha az állatkertbe megyek, lőhetne volna a vízilovat is? Mit ugrat maga itt engem? Nem elég magának ez a kép? Jól van, na, ne haragudjon. Végül is nem haragszom. Csak nem akarom, hogy ilyen hülyeségekkel fenntartson. Még át kell menjek Belgel bácsihoz, át kell öltözni, és át kell vigyem a kukker, mert a versenyen kifagyta nálam, és nagy izgalmában nálam. Melyik Belgel bácsi? Hát a Belgel. A sajtos. Hát a Király utcában. Hát ez az, aki mindig dupla borra valót ad a pincéreknek. Miért a dupla borra? Mert annak idején egy főpincé megcsökkent a feleségét. És azóta a pincéreket mindig dupla borra valóval biztos. Miért? Hát a kártya megcsökkentik a második feleségét. Maga még egy szót nem szólt a versenyre. Ja. Hát milyen volt a verseny? Persze! Hát még erről nem is beszéltem. Hát hallgasson ide. Én már sok versenyt láttam életemben. Én már sok pénzt bekapoztam ezekben a gazember bukmékerekbe. De tudja mit? A tegnapi verseny ott mindent megért. Tudja, hogy mit tud az a naplopó? Na azért tud. Na, izgalmas volt, mi? Izgalmas! Hát olyat maga még nem rá. Hát hallgasson ide! Futják a versenyt. Minden szem a lovakat nézi. Egyszer csak érzem, hogy valaki
mondja, hogy megcsípte a lábamat egy szúnyog, és most viszket. Az ön lába viszketett? És az enyémet akartam, hogy amennyit bajom volt ezzel az öreg emberre, hát ez borzasztó. Mindenről beszél, csak a versenyről nem beszél, hát erről beszéljem, amit kapott vagyok. Most hallgasson ide! Stop! Szegény! Maga még egy ilyen izgalmas versenyt. Jó, jó, stop! Stop! A lovak elindultak. Szegény! Maga még egy ilyen izgalmas versenyt. Már hogy lehoztam magam? Nyulat!
hallatom. Mi közel hozzá? Na és a szára van. Honnan érdekesed? De végül is, ha az ember ezt jól megnézi, hát akkor ez csak nyúl. Csak más faszonyom. Nyúl ez vagy nem? Kérem, én nem értek a magam. Mit kell ahhoz vadászat? Hát én esküszöm, hogy nyúlnak néztem mind a kettőt. Hát ott szaladgáltak kint a mezőn, veszem a puskámat, büh. Hát gondolhatom én arra a szemtelenségre, hogy két rongyos csirke nyúlnak játszott a lakát. A fele legyen, hogy mit csinált ez a gazember voltán? Kérem. Ez se nem nyúl, se nem csirke. Tudják mi ez? Ez fogoly. Na nézd már ezt a maga fejemet! Hát persze, hogy fogod! Hát most jut eszembe, hogy a Berger bácsi lőkkeit fogjott, és a hordán összecserélte. Oda vitte Berger bácsinak a nyulaimat, és ide hozta a Berger bácsi fogjait. Csak így lehet. Hát szóval a fát környékén van fog is. Hogy vázol legyen fogod? Hát az egy meg is nagy épületele van velük. Na hát egy kíváncsi vagyok arra a két nyúlra, rögtön el tudsz menni a Berger bácsihoz jelenül, és elmondod a nyulakat, mert azt a két nyulat én átmondhatom. Hát szabad az embernek a családi boldogságát egy hordára bazíroznia. Hát adok egy pénzt, hogy vegyek két nyulat, erre mit csinál, ezt két fogjon. Gondolta magában, hogy ez is van. Hát még jó, hogy nem hozott nekem egy vaddisznó, tízre. Szekérkény. Mondja, hogy biztos, hogy ez nem nyúl. Azt tenék, nyúl, hát nem látja, hogy szárnya van. De szárnyas nyúl nincs. Ezt maga nem tudja, hogy néz ki a nyúl. Nem, hogy nem, hát a tányéron egy ilyen gombóka mellett. Szekérkény, egyetlen barátod, szerezzen nekem két nyúlat. De most menjek vadász, hát ez nincs is puskán. Hát dehogy vadász, hát valamelyik vásárcsarnokban biztosan van. Hozza ide, és mondja, hogy a Berger bácsi küldi. Megpróbálom. De ne felejtse, hogy ebből a két büdös nyújtunk a családi boldogságot. Legyen nyugodt, mindent el fogod követni. De nekem nem a két rongát hozom, mert akarod kész vagyok. De szárnya ne legyen! Kellettem neked. Lehet, hogy ez mégiscsak nyúl. Törtött már át az Istenért! Hát ezzel a két rongyos madárérvények hétig mozdni be a kasszikjárkát? Mit érted azok a galonda fogyókkal? Hát megvizsgálom már, hol ment a golyó. Mit kell az adott vizsgálni? Hát miért? Vizsgálati fogoly nincs. Maga mennyi minden a hírói ruhába. Tegnap megvisz a magára.
valamit beszélni. Ott itt a pukker, azt... Hát, hallgasson itt! Ma reggel hazaérkezem, találok egy levelet a feleségem tűnt. Azt mondja, kedves Simon, ne haragudj, hogy ült elmeteled, légy boldog, én a szívem szavára hallgattam. Szerény nap! Berger bács, megszököd! Csak bízzad rá! Tudja azt, hogy mit csinál! Bizony, az én feleségem a messze rá. Na akkor itt a kukkel, aztán nézem vele utána vele! Halálszolgálja! Halálszolgálja, te csak! Gyere, bácsi! Ha már itt van, vigyázz a fejt fogjon! Na majd én azt elintézem, fiacskám! Mit kell, hogy ne hova vigyek? Semmit! Majd én azt elintézem, halálszolgálja! Én fogjam! A feleségem úgy gondolja, hogy fogja már ezt a kukert! Makárnában az uram két nyula! Az ürje ide! És itt van a maga két fogja, és ott vigye haza! Hova nyúljon? Csak ne nyúljon sehova, mert ne fogjon semmit! Majd én azt elintézem! Mi az, amit el kell intézem? Ürje ide a két nyula! Én? Küldjek ide két gyulat! Ennyire nehezen ér! Hát ja, fiam, hát ha valakinek megszökik a feleség, hát az öröm elvette az eszét! A feleségem úgy gondolja, hogy azt a két nyulat, amit mi ketten tegnap a vadászaton. Miféle vadászaton? Miféle nyulat? Amit mi ketten a vadászaton, nem emlékszik? Két nyúl, én, a puskával, büf, emlékszik? Jelen, itt valami nem stimmel. Jaj, dehogy ne, hát Berger bácsától nem együtt voltunk, tegnap a vadászaton. Féle vadászaton, jó, hát a versenyen voltunk. Én is arról beszélek, a nyúl versenyről. Én nem emlékszem semmiféle nyúlversenyre. Jelen, Berger bácsi nem emlékszik nyúlra. Hát könnyű neki. Hát te is megszöktél volna egy főpincére. Hát bizony én sem emlékeznék semmire sem. Berger bácsi, mondja maga, hülye. Pardon? Én nem vagyok hülye. Hát fiam, hát ez olyan hülye, hogy óvadék van letéve rá a bankba. Jelen, te nem vadászni voltál, hanem versenyen. Az nem igaz. Az öreg hazudik. Én ott voltam. Egy biztos. Akkor hol a nyúl? Mindjárt hozza a szekér. Berger bácsi lakására. Kiállhatogatja az öreg, ez már biztos. Tudná, hogy milyen nyúlról beszélnek el. Hát hol a nyúl, szekér úr? Sajnálom. Hát mert maga egy hülye. Hát hogy lehetek ilyen nagyvárosban? Nem tud hozni két rongyos nyulat! Ne lennek ki a bájon! Ez rám is haragszik valami két nyúlét! Ha most tudtam meg, hogy a nyúl a vadászati tilalomban! Mi van? Vadászati tilalomban! Ki az, hogy vadászati tilalomban? Aki ilyenkor nyúlra vadászik, az bezárják! Szabad meg az ember! Te mégsem vadászti voltál! Ja, fiam, hát becsukni csak nem hagyom magam! Thank you.